Aktív mozgással ünnepli idén Kecskemét a Magyar Sportnapját. A május 6-án sorra kerülő sport délutánnak a Benkó Zoltán Szabadidőközpont ad otthont, ahol a programokkal elsősorban a családokat szólítják meg a szervezők, hiszen az esemény mottója a mozdulj együtt anyuval, apuval, mondta a KTV hétfői sportmagazinjában Fritz Ágnes, a Kecskeméti Sportiskola sportszakmai vezetője. Ugye célja a sportiskolának és a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémiának is, hogy ne csak a sportolókat, hanem a szülőket is meg tudjuk mozdítani ezen a napon, tudjanak mozogni, egy sportos, egészséges életmód felé tudjanak elindulni. Az ingyenes rendezvényen a Kosárlabda Akadémia és a Kecskeméti Sportiskola 12 szakosztályának mintegy 1700 versenyzője is részt vesz. A program 17 órakor közös bemelegítéssel kezdődik, amit egy valódi világnagyság, a világ és Európa bajnok fitness versenyző Kisvirág fitness nagykövet irányít majd. A szervezők sötétedésig várják a sportolni vágyó, vagy csak a mozgás örömét szerető fiatalokat és idősebbeket, családokat. A szervezők szerint bárki aktív résztvevője lehet a különböző sportágak bemutatóinak. A résztvevők, illetve az aktív sportolásba bekapcsolódók sportórát és ajándékcsomagokat is nyerhetnek, ha ellátogatnak május 6-án a Magyar Sportnapja Kecskeméti rendezvényére a Benkó Zoltán Szabadidőközpontba.